A városház előtt tartotta meg kampány záróját az Összefogás Győrért Egyesület. Szeretnénk azt, hogy a győriek elmenjenek szavazni, és mint ahogy szoktam mutatni is, hogy mindenkire szükségünk van ahhoz, hogy nyerjünk. Nagyon fontos az számunkra, hogy újak menjenek el szavazni, és ne az legyen, hogy mondjuk, hogy 30%-os részvétel legyen például Győr-Szentivánon, hanem lényegesen többen. Mert úgy számolunk és úgy látjuk, hogy a fix szavazók azok mindig elmennek szavazni, és amennyiben nagyobb lesz a szavazóknak a száma, akkor nagyon komoly esélyeink vannak arra a polgármesterségre, és arra, hogy minél több jelöltjeink bekerüljenek a városházára. A polgármester jelölt szerint a borkai botrány összezavarta és megosztotta a választókat. A saját sikerében viszont bízik, és úgy látja, hogy a jövőben felértékelődnek majd a pártfüggetlen civil szervezetek. A legfontosabb az, hogy az autóipar mellett ki kell alakítani más iparágakat, és ezeket fejleszteni kell. Ugyanúgy kell tenni, mint Zengmeister, ahogy tette, idehozta abba az időszakba a Rábát, a Rábának kialakította az infrastruktúráját, idehozta az embereket, adott nekik lakásokat, hogy itt lakjanak, csinált iskolát, és folytathatnám. Vissza kell menni a múltba, és a múltból kell építkeznünk, és a jövőbe mutatni, és ezt fogom csinálni. Balla Jenő azt is hozzátette, el szeretné érni, hogy a városrészek között ne legyenek nagy különbségek. Példaként megemlítette Adivárost, ahol a fejlesztések eredményesek voltak, ezért ezt a mintát kell majd követni. Az Összefogás Győrért Egyesület valamennyi győri választókörzetben indít képviselőjelöltet.